Jó estét kívánok, kedves nézőink, tudják, ha kedvest, akkor ez a szokásos Tabuk, Titkok, Tények című műsor, amelyben nagyon remélem, hogy ma egy izgalmas órának nézünk elébe. Nagyon illusztris vendéget hívtunk már, nem mintha többi vendégünk nem lett volna elég érdekes, de azt gondolom, hogy Vágó István neve önmagában is egy márka. Ő egyébként nyugalmazott... Nyugdíjas szerkesztő műsorvezető. És hogyha szakértőnkre Egeri György úr azt szokta mondani, hogy ő a magyar tudomány enfant terrible, akkor a Vágóra bizvást írhet az a megjegyzés, hogy ő pedig a vita enfant terrible, mert imád vitatkozni, persze nem partalanul és nem öncélúan. Saját tapasztalatból mondod, gondolom. Igen, vállalom. Tehát ma este valószínűleg, hogy egy komoly vita elé nézünk, a para jelenségekről lesz szó, már maga az alaphang is olyan, hogy para jelenség talán a Vágór homlokán esetleg redőket képezhet, vagy elismered, hogy vannak para jelenségek? Jó, de nehezet kérdezel. Hogyha jól definiáljátok nekem, tehát ha megmondjátok, hogy tulajdonképpen mi az a para jelenség, arra természetesen könnyebben tudok válaszolni. Első körben azt mondom, hogy mindazok a jelenségek, amelyeket nem tudunk megmagyarázni, addig para jelenségek. Ha meg tudjuk magyarázni őket, hogyha ki tudjuk mérni őket, hogyha tapasztaljuk, ugye tények, titkok, nem? Tabuk, titkok, tények, nem baj, sorrend mindegy. Igen. Szóval, hogyha tényszerűvé válik egy jelenség, akkor én szerintem megszűnik para jelenségnek lenni. Gyuri? Ebben teljesen egyetértünk. De magyarul para jelenség. Nem lesz vita. Ne. Ne add fel a remény. Szóval én azt gondolom, hogy para jelenség mindaz, de hangsúlyozom, így ebben a formában én ebben nem mélyedtem el, csak magamról tudom, hogy ha bizonyos jelenségeket elmondtok nekem, akkor arról nekem lesz véleményem, de hogyha para jelenségnek minősül, akkor az azt jelenti, hogy még nem nagyon tudunk vele mit kezdeni. Ezt elfogadom, hogy ilyenek vannak, persze, de hogy ez egy önálló műfaj lenne a tudományon belül, azt hiszem, hogy nehezen fogadnám, mert maradjunk abban, hogy természetesen vannak jelenségek, amelyekre nem tudjuk a magyarázatot. Ha ez a para jelenség, akkor én készséggel elismerem, hogy ilyen van. Ha ennél többet mondunk, tehát, hogy tudom én, ötödik dimenzióról, meg gömb, nem a gömbvilámot most nem mondom, csak hogyha nincs itt a Gyuri, nem viccelek, akkor valószínűleg a para jelenség túl van dimenzionálva. És ez egy lírikus kifejezés, nem a fizikai értelmét mondom. Mielőtt elkezdenénk úgy a dolgok mélyére ásni, azért két dolgot tisztázni kellene, mert szerintem mindennek ez a gyökere. Szeretnék tőled egy számot, vagy becslést kapni, hogy szerinted úgy a tudható dolgoknak mekkora részét tudja ma a tudomány. Tehát, nem tudom. De mégis, úgy ex-has. De nem, bocsánat, a kérdésben önmagában is van egy csomó definiálatlan fogalom. Mi az a tudható dolog? Hát ha nem tudunk róla, és a nem tudott jelenségből még tovább kell menni, hogy vajon az a jelenség létezik-e valóban, vagy csak beszélünk róla, ez a jelenség további kérdéseket tesz fel. Én azt állítanám tehát, hogy a tudható dolgok száma végtelen. Ugye két jó, fajta... Így van. Jaj, de jó. Hát akkor befejeztük a gásolt. Két fajta tudás van. Az egyik, én tudom, hogy azt nem tudjuk, és kutatjuk. Nagyon jó. És van olyan, amiről nem is tudom, hogy nem is tudom. Erről beszéltem én is. Így van. Igen. Na most azokról, amiről tudjuk, hogy nem tudjuk, például itt van a telepátia. Hadd mondjam el, életemben először hogy találkoztam ezzel én személyesen. Jöttem haza a KFK-ból novemberbe, vékonyka kis kabáttal, bőrigáztam, és a hátamon az izmok, iszonyú, ahogy megáztam, görcsbe rándultak, de annyira, hogy 3 napig a feleségem etetett, mert a kezemet nem tudtam mozgatni. És ilyenkor minden egyes mozdulat óriási fájdalommal járt, belevágott egy iszonyatos fájdalom a hátamba, Hexenschussnak nevezik, vagy minek.
És akkor született a kislányom, aki egy hónapos volt, a két szobás lakásunknak a másik szobájába aludt. És amikor éjszaka én egy rossz mozdulatot tettem, és iszonyatos fájdalom vágott végig a hátamon, ő a másik szobában aludt, és abban a pillanatban fölsikoltott. És ez aznap éjszaka háromszor, és a következő éjszaka megint vagy négyszer előfordult. Hány éves volt a gyermek? A két hónapos lehetett. Tehát negyednek mennyi munkája lehetett a betanításban? Tehát, mit akarsz ezzel mondani? Pici. Tehát ő azonnal megérezte, hogy nekem fájdalmam van. Uh-huh. De az ugye abban a másodpercben, tehát nem az volt, hogy ő véletlenszerűen sikoltott, hanem abban a másodpercben, és csak addig, amíg az én hátamon ez a fájdalom végig ütött, akkor ő fölsikoltott. Ez az, ahogy én például a telepátia egyik fajtáját definiálhatnám, és én ezt megéltem. Mert a gyereket erről nem lehetett megkérdezni. Hát nem lehetett. Ő fölsikoltott akkor, amikor nekem brutális fájdalom. De mi a gyakorsági fok miatt, vagy miért? Nem. Érdekel az én válaszom is. Természetesen. De szívesen elmondom. Igen. Pici csalódást jelent nekem a mérnök úr, ugye ez így jó, mérnök úrnak ez a gondolatmenete. Két okból. Egyrészt azért, mert ő nagyon jól tudja, mint kutató, hogy egyedi esetekből soha nem vonunk le semmilyen következtetést. Tehát az, hogy velem ez történt ennek következtében, ugye mentem az utcán, kiköptem egy rágógumit, és szivárvány jelent meg az égen. Ebből azt hiszem, hogy nem nagyon lehet arra következtetni, hogy minden alkalom, hogy kiköpöm a rágógumit, szivárvány jelenik meg az égen. Én elnézéskérek, tudom, hogy a te példádhoz képest ez nagyon föltől elrugaszkodott. De ilyenkor azt csinálja egy kutatómérnök, egy kutatóember, hogy rendben van, legyen az a mi feltételezésünk, hogy a te állapotodat valahogy a gyermek megérezte, és annak következtében, és annak megfelelően reagált. Rendben van. Hipotetikusan fogadjuk el, hogy ez így van. Ilyenkor mit csinál egy kutatómérnök? Összegyűjti azokat az eseteket, amelyekről hallott, és megnézi, hogy ugyanez történt-e. Itt nagyon nagy számú esetet kell ahhoz példának vennünk, hogy ebből valamifajta statisztikai törvényszerűséget levonjunk. Egy, kettő. Ez egy picit olyan, mint amikor valaki bevesz egy gyógyszert, és jobban lesz. Most először a Gyulát kérdezem. Ha te beveszel egy gyógyszert, és jobban leszel, akkor az a gyógyszer hatott? Igen. Nem. Hát lehet, akkor, hogy akkor a gyógyszer... lettem jól? Ez a jó kérdés, Gyula. Most akkor placebo hatásért lehet, hogy semmi köze hozzá. Lehet, hogy te mástól lettél jól. Igaz, hogy bevetted a gyógyszert, utána jobban lettél, de az még bizonyítandó, hogy a gyógyszer miatt lettél jobban. Igazad lehet, hogy bármi. Akkor ez csak ennyit egyszer akarok fordult csomag. Volna, de nem egyszer fordult ilyen elő. Nem, én most csak egy fiktív példát mondok. Ja, értem. Na most, vegyük ezt az esetet tovább. Én szerintem ezzel foglalkoznak emberek, de hogyha azt mondod, hogy telepátia történt. A legegyszerűbb formája. A legegyszerűbb formája, akkor természetesen ennek utána lehet menni. Tehát én nem mondom azt, ez nagyon fontos. Én nem mondom azt, hogy ez a dolog nem történt meg, hát ehhez nincs is jogom, sőt azt sem mondom, hogy nem az történt, amit feltételezel. De ha feltételezel valamit, akkor érdemes ennek utána menni, és ez az, amit a parakutatók ritkán, egy-két kivételtől eltekintve, név szerint most például Paulinyira gondolok, mert Paulinyi utána megy. De hát kíváncsi vagyok az eredményeire, mert ők engem még nem győztek meg. Szóval utána megy, és megpróbálja ezeket a körülményeket változó paraméterekkel létrehozni. Tehát megnézni, hogy például a távolságtól függ ez. Ha neked akkor fájt a hátad, amikor esett az eső, akkor nézzük meg, hogy érezte-e a gyermek 100 méterre, 500 méterre, 1 kilométerre, 100 kilométerre,
te is tudod, hogy 40 ezer kilométerről is beszélnek a telepatikusok, sőt a telepátiát már vizsgálták, ugye az egyik, aki adott, a másik, a receptor, az pedig a víz alatt volt. Én természetesen vannak ilyen kísérletek. Ezeknek az eredményei nekem nem túl meggyőzőek. Még valamit szeretnék mondani, szóljatok rám, ha sokat beszélek. Dehogy is, azért hívtunk. Hogy mi szkeptikusok hiszünk a kis számok törvényeiben. Törvényében. A kis számok törvényében. A kis számok törvénye azt jelenti, ebben a konkrét esetben, hogy sokszor fájt a Gyurinak a háta. Nem tudom, a nézők megbocsátják, hogy én a fizikus urat gyurizom? Ne, mert közöttünk már voltak menetek. Tehát nekünk van közös történet. Purpárvé. Igen. Tehát biztos sokszor előfordult, hogy fájt az ő háta, hiszen erről be is számolt, és a gyerek nem sírt fel. Egy-két olyan eset volt itt a kis szám, amikor a gyerek felsírt, és azokat megjegyeztük. Hányszor fordult elő, hogy fájt a háta, és nem sírt fel? Azokat meg nem jegyezzük meg. Tehát borzasztó érdekes, hogy ilyen egybeesések nagyon feltűnőek tudnak lenni, de amikor nem esik egybe, azokat meg elfelejtjük. Mert akkor hogy kéne hozzáállni ez? Hadd válaszoljak. Ez nem az eset, amikor a gyerek egyszerűen fölsír, mert hát azt hallottam, fölsikoltott abban a másodpercben, és a korreláció az a tized másodpercben. Mindannyiszor, amikor fájt a hátad? Igen. Kivétel nélkül? Nem hiszem el. Hát. De ez nagyon jó, mert szkeptikus vagyok, ugye? Legyen ez világos. Én boldogan megnézem az ezzel kapcsolatos észszerű, logikus és az egeli ilyen kutatásokat, amiket elmondtam, tehát változtassuk a paramétereket. Ha mindannyiszor fájt, amikor felsírt, illetve mindannyiszor felsírt, amikor fájt, tegyetek egymás közé mondjuk egy ólomfalat, tegyetek egy alumínium falat, hogy ezen átható le. A távolságot lehet növelni, az időpontot lehet növelni, az időjárási körülményeket lehet változtatni, és így tovább, és így tovább. Jó, én elfogadom, hogy ez történt. Tessék foglalkozni vele. Tessék engem erről meggyőzni. Egy dolgot nem lehet csinálni. Anekdotákra nem leszek hívő. Na most hadd válaszoljak erre, hogy lehet ezt a természettudományban megfogni. Én voltam olyan szerencsés vagy kitartó, hogy még a rendszerváltás előtt egy rövid időre a KFK-ba az akkori igazgatóm, a Gyimesi Zoltán megengedte nekem, hogy részben munkaidőmnek egy részébe ilyen furcsa jelenségekkel foglalkozzon. Egyszerűen azért, mert ide jött az Egyesült Államokból a Stanford Research International egyik osztályának osztályvezetője, amerikai a helyettesével, és megkérte az igazgató urat, aki már persze nem él, hogy hát egész Kelet-Európában ez az ember valami nagyon érdekes dolgokat csinál, ez a vízforgatásos kísérlet. De most nem erről akarok beszélni, hanem ez az ember az EDME, fizikus volt, és az egész csoport gyakorlatilag annak idején később elmondta, hogy a CIA pénzelte azokat a kutatásokat, ami ilyen távolbalátás és parajelenség, telepátia kutatás. KGB-re sokkal többet költött, tudomásom szerint. Nem viccelek. Én úgy tudom, hogy a KGB-ben ennek van voltak útja. Hagyományai. Igen, irodalma, igen, és gyakorlata. Nem volt ez nyílt kutatás, tehát az eredményeiket nem publikálták, mint ahogy az EDME sem adott nyílt kutatási jelentéseket, de egy-kettőt én olvastam. Később a Princetoni Egyetemnek a borítója alatt nyilvánosságra hozták a konklúziókat, amit a telepátia kutatásból összehoztak. Egyébként az is döbbenetes. Számomra megmondom, mint mérnök számára érdekes egyáltalán a parajelenségek, mert
az az én hitvallásom, hogy a legtöbbet egy mérnök az élővilágtól tanulhat, mert a legjobb találmányok, a legötletesebb, leghatékonyabb megoldások mindig az élővilágban vannak. Tudok ellenpéldákat mondani. Igen, és én azt gondolom, hogy nem szégyen a jobbtól tanulni. Tehát én azért figyelek, és kezdettől fogva is azért figyeltem az élővilág furcsaságaira, mert na itt egy terület, ahonnan még lehetne valamit tanulnunk, elcsenni. Én ezt nem is vitatom, és egyet is értek, az élővilágban hihetetlen találmányok vannak, meg nincsenek. Tehát például nincsen repülő ember. A repülést megpróbáltuk, ugye Leonardo-nál kezdve, a csapkodó szárnyal, tehát megpróbáltuk, ugye, több eszembe első szemében beszélek, mert nagyképű vagyok, és Leonardo-t is az én körömbe számítom, tehát mi megpróbáltuk utánozni a természetet, nem sikerült. Nem, Leonardo szkeptikus lett volna? Nem, hát rossz nyomon, de ő azt hitte, hogy ha csinál egy olyan gépet, amelyik úgy csapkodja a szárnyal, akkor fog tudni az ember repülni, nem tudott. De a számítógép is valami ilyesmi, ugye az egész információ robbanás, valami ilyesmi, ami nem, azt hiszem, hogy így nincs benne a természetben. Vissza szeretnék térni azonban egy dologra, ami nekem nagyon gyanús. Azt mondja Egeli György, a CIA pénzelte, ennek következtében ugye ez titkos, én is azt mondtam, hogy a KGB pénzelte, ebből következően titkos, de azért kiszűrődtek az eredmények. Na most ez az összeesküvés elmélet leggyakoribb toposza. Várj egy picit. A jelentés a kezembe volt. Biztos így van. Biztos így van. De azt azért a világ tudományától elvitatni, hogy a CIA-n és a KGB-n kívül bizonyos helyeken, például Budapesten, központi fizikai kutatóintézetben, vagy a Fülöp-szigeteken, vagy Argentínában, vagy Japánban, hogy ott ne folytak volna ilyen kutatások, azt én kétlem. És biztosan is tudom, hogy mindenütt folytak ilyen kutatások. Tehát a te hivatkozásod a CIA-ra legalábbis nem fair. Nem fair, mert egy kicsit azt mondod, hogy itt valami susmus van. Szó szerint azt mondtad, Gyuri, hogy ez egy titkos kutatás, de a kezemben volt a jelentés. Gyerekek, ezzel foglalkoznak emberek, így van. És meggyőző eredmények nincsenek. Nem azért, mert a CIA nem adja ki, nem azért, mert a KGB nem adja ki, hanem még nem sikerült nyomára akadni annak, hogy igaz-e, amit a Gyuri mond, hogy amikor neki fáj a háta, bocsánat, jól értsd, igaz, amit mondasz, hogy van-e kauzális összefüggés a kettő között. Ezt még nem sikerült kimutatni, se a CIA-nak, se a KGB-nek, se az argentinoknak, se a japánoknak, és még folytathatnám. Na, erre mondom én, hogy nekem, mint kutatónak az a tény, amit én magam megtapasztaltam. Nem. Az igen. De ez hiba. De nem. Gyuri, hát ez borzasztó hiba. Nem az a tény, amit megtapasztasz, mert megcsalhatnak az érzékeit. De nem csalt meg. Te tudod a legjobban. Így van. Megcsalnak az érzék. Tehát arra, az nem tudományos eredmény, hogy te mit tapasztalsz. Az a tudományos eredmény, hogyha egy ezres mintán, ugye és az esettől függ, hogy milyen minta kell, ez ezres mintán szignifikánsan azonos eredmények jönnek ki, akkor abban van valami gyanús létező hatás. Jó. Ezt gondolom, hogy ez óriási tévedés. Vegyük. Meg vagy elégedve? Jól van. Kezdve vegyük. Vegyük a csillagászatot. Akkor minden csillagász hülye, mert 1054-ben például kínai csillagászok megfigyeltek egy szupernova robbanást. De ez nincsen minden évben. Na, nincs olyan, hogy én azt kérem a természettől, hogy na szupernova robbanás legyen. Tehát van a természettudománynak igenis egy olyan vonulata, ami nem ismételhető a természetnek bizonyos konstellációi. Ez a példa nem jó erre. Dehogyis nem, ez tökéletes. Hát egy szupernova robbanást észleltek a kínaiak, ha jól értem, amit mondasz, és leírtak valamit, erre a többi kolléga, csillagász azt mondja, hogy rendben van, ti ezt tapasztaltátok, mi a következtetésetek? Rendben van,
erre következtettek bele. Hát akkor nézzünk egy másik szupernova robbanást, mert robbangatnak ezek azért rendesen. Néha, így van. Így tehát van. Az nem áll, tehát... hogy a természetben ez nem ismételhető, a jelenség ismételhető. Csak egy másik szupernova robban. Ez nem teljesen korrekt. Tehát az a nagy probléma, és itt van a véleménykülönbség, és a nézőt mi értelmes embernek tekintjük, tehát ő választhat a két álláspont között. Én azt gondolom, hogyha egyszer például az én esetemben ilyen éles korrelációval megtörtént az, hogy egy brutális fájdalom 10 másodpercen belül sikolyt váltott ki, nekem egyetlen ilyen megfigyelés determinisztikus, és meghatározza, hogy ez a hatás létezik. És mit kezdtél a tapasztalással? Hiába... Hívő lettél ennyi? Nem. Elfogadtam ezen túl számomra, hogy a telepátia létezik. Na, hát most... ezt nem mondod komolyan. De, így van. Ezt nem mondod komolyan. Hogyne. Húha. Ez nagyon nagy baj nekem. De nem mondhatsz ilyet. De nem mondhatsz ilyet. Mert az 0,1 másodperc, hogyha előtte 1 perc, utána 1 perc, az nem érdekes. Mondd, akkor bocsánat kérek. Meg tudod te azt oldani? Szóltál, hogy hagyjam abban? Nem, csak hogy dőj hátra, mert... Ja, értem. Hogy nem volt kedves. Meg tudod te azt oldani, hogy létrehozod magadban ezt a fájdalmat valahogy? Nem. Tehát nem az jön, nem tud előidézni. Brutális fájdalom, értem. Brutális, hexensus. Értem. Na most, ha kevésbé brutális, akkor lehet, hogy nem megy át? Akkor lehet, hogy nem megy át. Tehát ez kell egy nagyon nagy fájdalom. Igen, nagyon. És mi ebben a telepátia? Hát az, hogy nekem fáj, és ő is sikolt. Tehát... Kvázi ő is érzi a fájdalmat? Hát persze, hogy érzi. És hogyha én mondjuk nagyon belerugok a sípcsontodba, azt a fájdalmat is fogja érezni? Szerintem igen. Miért ne próbáljuk ki? Hát jó, parancsolj. Ti azt hiszitek, hogy viccelek. Na most érted, csak hol van a lányod Finországban, most fölsikolt Helsinkibe, ha itt belerugsz a fokájába. Ez lenne a szép. Ez gyönyörű ott van Helsinkibe? Hát ez lenne a szép. Finországban hát orvos, igen. Hát a Gyuszi megoldotta, csináljuk meg. Igen. De ahhoz... én tartok attól, hogy nem. Neked itt... Bocsánat, nagyon fog fájni a... Még egyet szeretnék kérdezni. Egy hónaposnak kell lennie. Ja, ez miért mondod? Miért? Hát a következő. Azt azért tudni kell, például... Most kijöttél belőle. Ez nagyon jó. Viselkedési dolgok, például a pici gyerek és az anya között, a pici gyerek és az apa között, tehát a szülők között, nincsen verbális kommunikáció, mert a gyerek még nem tud. De a telepátia csatornái kinyílnak. Aztán, amikor a gyerek telepátia csatornái lehetősége. Így van. De ez egy költői kép, amit mondasz nyilván. Mondjuk így, de... De nem mondjuk így, mert valaki azt fogja mondani, hogy keresi a csatornát. Így tehát van. Mondjuk ugye a... Hát ahogy van, sporttévé és a többi egyéb csatornák lehet, hogy van telepátia. Nem, csak ugye itt megyünk bele sajnos a nagy... Itt nem akarok csúnyát mondani. Ugye nem csak a Gyuri azt mondja, hogy kinyílnak a csatornák, és a hallgató nem tudja, hogy a Gyuri nem úgy érti a csatornát, mint a csakrát. De ugye, van csakra, a léte... szerintem. Most ebben nem menjünk csakra, bele, oké. De úgy érted, hogy ez egy csakra? Nem, csatorna, amiről beszélsz? Az egy kommunikációs lehetőség, ami egy vezető? Később... Vezeti a te fájdalmadat hozzá, vagy vissza? Igen, az egy képesség, mint neked van szemed, igen. Ugye látsz, de hogyha nem nyitod ki a szemed, ez a kommunikációs lehetőség, vagy csatorna. Gyuri, te spekulálsz. Nem. Hadd mondjam meg. Ennek semmifajta jele nincsen az emberi test felépítésével, ugye? Nincs. Nincs nyilván. Bocsánat, a memóriának semmiféle jele nincsen, hogy az emberben van memória. Okay, mégis van memóriánk. Úgy, de nem teljesen így van, tehát ennél azért már tovább tartunk. De most mondjuk, hogyha erről leszállunk, én körülbelül elmondtam, hogy veszélyes dolog azt mondani, hogy ez a csatorna kinyílik, mert ezzel félre ez a lehetőség. De azért mégiscsak,
Ha azt mondod, hogy van egy csatorna, akkor erre vonatkozóan kellene, hogy legyenek szervek. Kísérleti a szervek. Igen, tehát ha azt mondanád, hogy na, a gyereknek van két antennája, aztán ami 3 éves korban elcsökevényesedik. De szép kép. De nem így működik ám a természet. Azt is tudod, hogy működik? Azt sejtjük. A következő a nagy probléma, hogy szinte semmit nem tudunk az emberi, de általában az agyról, még a muslica agyműködéséről sem, óriási rejtély. Tehát azt gondolom, hogy a jelen természettudomány fejlettsége édes kevés ahhoz, hogy ilyen vitákat érdemben el tudjuk dönteni. De hát iparkodunk, és mindig egyre többet tudunk. Viszont, ha például bennem az a vadgerjedelem lett volna, hogy én megírom ezt a telepátiás történetet, mert a kislányommal és a mit tudom én, Akta Akadémia Hungarika biológiába ezt szerettem volna lepublikálni, hogy kérem szépen velem ez előfordult, hogy meglegyen ez a tudomány tárába és dokumentumjaiba, hogy későbbi 100 év múlva, ha valakinek ez érdekes, elolvashassa. Hát persze, hogy nem engedik. Brutális szerintem a cenzúra. Mert brutális a cenzúra. De mit gondolsz, ez miért nem jelenhet így meg? Hát a cenzúra miatt. Jaj, Gyuri. Na, hát és azért, mert ez, amit elmondtál, bocsánatot kérek, mert most már lehet, hogy túl durva szavakat használok. Nyugodtan. Ez még nem egy tudományos megfigyelés. De ez egy megfigyelés. De ezt a sztorit akarod le? Nem. Vagy csacsiság? Nem. Te ezt akarod közzétenni egy tudományos labban? Ez egy megfigyelés, így van. De hát miért nem te... De ez még kevés ahhoz, hogy bárki bármit tudjon. Hát vannak olyan koincidenciák, ennek bizonyos valószínűsége van, tehát együtt történések, amelyek között, és ezzel kezdtük ezt a beszélgetést, vagy van összefüggés, vagy nincs. Így van, tehát tessék kérdés... szívesen további megfigyeléseket összegyűjteni, ebből valami fajta következtetéseket levonni, egy hipotézist felállítani arról, hogyan történik, aztán ezt még lehet módosítani. De tessék elindulni ezen a nyomon, hogy megvizsgáljuk, hogy ez mi történt. Önmagában az a sztori, ez egy érvelési szakkifejezés, az az anekdota, hogy neked fáj a hátad, ő meg felsikít, hát ez kevés egy tudományos cikkhez. Gyűjtsd a további adatokat, kérdezd meg másokat is, próbáld előidézni ugyanezt. Bocsánat, és még egyre visszatérnék. Azt mondod, hogy egy hónapos gyereknél működik. Igen, lehet, hogy és öt hónaposnál? Lehet, hogy 2 éves korig ez megy, vagy 3 éves és korig. És utána mi történik? De szerintem, amikor megtanul beszélni, az agy már nem szorul rá, hogy így módon kommunikáljon. Hadd mondjak el még egy érdekes dolgot. Anekdota lesz? Ez megfigyelés. Például van olyan eset, hogy anyák valami miatt nem kívánják a gyereket, és pszichológusok írták le, és szerencsére ez megjelenhetett. Imádom, hogy... amikor többes számban beszélsz. Az már egy jó jel. Tehát azokat az eseteket, amikor anya gyűlöli a pici csecsemőt, a csecsemő nem szopik, és inkább éhen hal, mert érzi. Megérzi? Megérzi, így van. És ez is szerintem ugyanaz a kategória, mint amiről beszéltünk. És az éjségézet sem nyomja el ezt a gyűlölet? Az a gyűlölet. Igen. Mondhatok egy megfejtést erre? Hogyne. Ami nem azonos a tieddel? Hogyne. Az anya gyűlöli a gyerekét. Ritka, de van ilyen. Igen, elfogadom. Na most, abban megállapodtunk, és én ezt elfogadom, hogy a csecsemő érzi a szeretetet. És érzi a nem is. Szeretetet is ezzel következtében. Tehát akkor, amikor a gyűlölködő anya a kezébe veszi a csecsemőt, és tessék-lássék, vagy kötelességszerű módon elkezdi szoptatni, én szerintem a gyerek megérzi, de fizikai
jelenségek alapján, nem telepatikusan. De hogy gondolod, -220 fokra lehűl az anyateste? Vagy nem erre gondoltam. Hát? Ez. Ugye ezt szokták mondani például csak, hogy egy nagy új fejezetet nyissak, amiről ma nem fogunk beszélni, hogy a homeopátia az működik a lovaknál, és akkor hova egy homeopátia, meg a kutyánál. Beadom azt a szert a kutyának, és jobban lesz. A kérdés az ugye, hogy mitől lett jobban. Mi, akik nem hiszünk a homeopátiában, de győzzetek meg minket, hogy ez jó. Azt mondjuk, hogy a ló is, meg a kutya is, meg a csecsemő is azt érzi, hogy foglalkozva van vele. Szeretet árad felé. Tehát megsimogatják, amikor te a lónak beadod a homeopatikus szert, akkor azért nagyon kedves vagy vele, és aggódsz, és megsimogatod, és ott vagy mellette, stb. És nem hagyod a sorsa. Ugyanez a kutyánál, és ugyanez a csecsemőnél. Megint a kérdés az, mi az, ami hatott? Mert azt akarod mondani, hogy egy simogatás adott esetben jobban hagyhat, mint egy szer? Mint egy szer nem, mint egy homeopata szer. Aha. Annál jobban? Miért a homeopata szer te nem tartod gyógyító szernek? Hát mitől gyógyítana? Ez egy külön adást érne meg. De én mondtam, hogy erről most ne kezdjünk el beszélgetni, mert ez hosszú. Igen. Én boldogan, de ugyanaz a kérdés, hogy mi történt, minek a következtében javult az állat vagy az ember állapota? Tehát azt gondolom, hogy közöttünk az az alapvető különbség, amiről még nem is beszéltünk, hogy az István azt gondolja, hogy szinte mindent tudunk, tehát ha a tudomány mai állása szerint nem tudjuk megmagyarázni a dolgokat, akkor az biztosan véletlen. Meg kell állnom. Nincsenek véletlenek. Gyuri, én ilyet sosem mondtam. Csak ezt sugaltad. Igen, akkor félreérthető voltam nyilván. Nem. Még egyszer mondom, de ezt többször is elmondtam. Én nem mondtam, hogy nem történt meg köztetek ez a interakció. Sőt, azt sem mondtam, hogy a jelenség nem telepátia. Én azt mondom, hogy nézzük meg, és győzzetek meg engem. Nem anekdotával, hanem kísérletekkel. Nézzük meg ezt más körülmények között, és így tovább. Tehát nem igaz az, hogy aminek én nem tudom a magyarázatát, így fogalmaztál? Az nincs. Hát eszem ágába sincs. Én mondtam én valaha, hogy nincs UFO, hogy nincsenek földön kívüli civilizációk. Nem mondtam. Azt mondtam, hogy a rendelkezésünkre álló adatok nekem nem meggyőzőek. Én nem mondtam, hogy a te hátfájdalmad és a kisbaba sírása nincs összefüggésben, csak azt mondom, hogy ezt érdemes továbbvizsgálni és meggyőzőbbé tenni, hogy az interakció létezik. Ugye az a probléma, Ez nem így van, amit te mondtál. Hogy rosszul esik nekem. Ez egy nagyon brutális kísérlet, és én nagyon nem szeretném. Tegyük fel, hogy most születne megint egy hónapos kislányom, akkor megint az egyik fontos feltétel teljesülne, de azért nagyon nem szeretném a hátamat megint Hexenschussznak kitenni. Tehát ez egy ritka koincidencia, és mivel ritka, és eléggé determinált. Törvényei szerint következtetünk belőle. Így van. Ez hiba. De azt nem. Szeretném kérdezni, hogy kérdezz, és segíteni szeretnék ennek a dolognak a felgöngyölítésében. Szerinted a te viszonyod a kislányoddal egyedi, vagy bárki között ez létrejöhet? Szerintem bárki között. Bárki akkor között. Tehát elfogadod azt, hogy léteznek olyan események apák életében, mondjuk egy éles fájdalom. Olyan apák esetében, akiknek a közelében egy hónapos csecsemő van? Persze, ha ez betelefonálós műsor lenne, úgy mert van. Sajnos most már nem, és azt mondanánk a nézőknek, hogy tessék szíves lenni betelefonálni, ha ilyesmi előfordult az életébe, le sem állna a csöngés, állandóan csöngedés. Engem nem az győzne meg, hogy betelefonál, és azt mondja, hogy vele ez történt. Engem az győzne meg, hogyha ellenőrizhető körülmények között a jelenséget tapasztalnánk, és hitelesen jegyzőkönyveznénk. Erre is lenne mód ám, Gyuri, lenne mód,
Tehát születnek gyerekek, hát ha Magyarországon nem is elég számba, de azért születnek sokan, ezeknek a csecsemőknek van apjuk, ezeknek egy része hexensusszos. Nézzük meg, tegyük mellé a gyereket, vagy tegyük távol a gyereket, állítsunk közéjük valamilyen alumínium vagy ólomfalat, és így tovább, és így tovább, és nézzük meg, hogy így történik-e. Ha nem vagy egyedi, ha ez a kapcsolat nem egyedi, akkor ezt másoknál is tapasztalni kellene. Egész biztos, hogy ez a dolog. Akkor gyerünk, előfordul. Akkor csináljátok. És ezt egyébként primitívebb módon is össze lehet hozni a telepátiát, és a Vasi Zoli tudna mesélni, hogy hányféle laboratóriumban milyen más egyszerű módszerekkel összejön ez a telepátia hétköznapi embereknél egyébként. Erről külön érdemes lenne beszélni. Én a Vasi Zolival erről beszéltem, sőt, ő be is mutatott nekünk nagyon érdekes dolgokat. És én azt hiszem, hogy ő például azok közé tartozik, akik tudományos módszereket használnak. Az ennek a kimérésére, igen. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy én tökéletesen ismerem az ő eredményeit és a módszereit. De ezt tudom róla, hogy ő ilyennel foglalkozik, sőt, meglepő eredményei is vannak állítólag. De mióta van telepátia szerinted? Mióta ember van? Én is azt gondolom, ezt állítjátok, ugye? Én egyelőre azt állítom, hogy mióta ember van, telepátia nincs. De mondjuk ez egy zárójeles megjegyzés. De létezhet-e olyan, hogy egy jelenség van, kimutathatóan, bizonyíthatóan létezik, és még nem használták semmire? Hogyne? Szerintem a tudomány, mint intézmény, már a halott. Tehát nem képes a tudomány, mint intézmény ilyen jellegű. Mi az a tudomány, mint intézmény, Gyuri? Ne arra, hogy... A tudomány szót három értelemben illene használni. Igen. Tudomány, mint intézmény. Az mi? Magyar Tudományos Akadémia például. És az nem létezik. De létezik, persze. Akkor mit mondtál, csak nem? A tudomány, mint intézmény már nem képes befogadni új jelenségeket. Ebben az esetben mondjuk az akadémia nem fogad be új jelenségeket. Például. Jelenségeket nem. Jelenségen mi van befogadni való. Tehát, vagy van, vagy nincs. De folytasd. Igen. Van a tudomány, mint módszer. Így van, ez az én kedvencem. Ezt tartom ez fontosnak. Van. Én is. Ez van. Egyetértünk. Ez van, de kivesző félben. De ezzel egyetértek. A tudomány az egy módszer, nem dogmagyűjtemény. Így van. És nem jelenségek. És van a tudománynak a harmadik olvasata, a tudomány, mint összegyűjtött megfigyeléseknek a halmaza. Tehát az, amikor én bemegyek a műegyetemi könyvtárba, és ott például a kazánokról, vagy az égésről, vagy a kémiáról, vagy a villanytanról olvasok a könyveket. Igen, számomra az is tudomány, amit az elődök fölhalmoztak és összegyűjtöttek. Az a tudomány. Most azon lehet vitatkozni, hogy a telepátia eddigi megfigyelés halmaza hozzátartozik-e, mióta ez a tudomány, mint az összegyűjtött jelenségeknek a halmaza. Biztos vagyok benne, hogy igen. Jó. Akkor de hát ezek nem meggyőzőek. Tehát leírták ezeket, amiket te is elmesélsz. Ezek össze vannak gyűjtve, de ott állnak évszázadok óta. Évezredek óta. És nincs belőle semmi. Én csak azt mondom, miért, hogy ez kéne? Furcsa. Igen. Tulajdonképpen... Semmi nincs belőle. Senki nem használja. De... Aki használja, azt mentalistának hívják, és bűvészkedik. Nem. Mióta van mobiltelefon, millió és millió ember tapasztalta azt meg, hogy gondolt XY-ról, és csöng a telefon, és fölhívja XY-ra. Szeretnék ehhez valamit hozzátenni. Ezek az emberek, akiknek van mobiltelefonjuk, számtalan alkalommal gondolnak valakire, és nem hívják fel telefonon. Azok miért nincsenek jegyzőkönyvezve? A kis számok törvényéről beszélek. Így van. De most is gondolok valakire. Tudod, hányan nem hívtak ma fel?
Rengetegen. Így van. Azok mind ellened szólnak. Nem. Rengeteg emberre gondoltam ma, és egyik se hívott fel. Nekem ilyen is van. Több száz olyan esetem van, persze, csak nekem, hogy aki nem beszéltem meg, nem kellett volna, hogy most 4:30-kor fölhívjam, egy gondolok rá, és egy másodpercen belül ki van írva neve. A nézők neked fognak igazat adni. Remélem is. Nekem ez a fájdalma. Én tudom, hát én ismerem a nézők lelki világát. Mind azt fogja mondani, igen, az Egeli jót mond, mert vele is megtörtént. És nem hallgat rám, vagy legyint, mert én meg azt mondom, megismétlem. Én számtalan emberre gondoltam ma, és mind nem hívott fel. Mind. De nem csak reggel 8-kor pontban, hanem 9-kor se hívott fel, és 10-kor se hívott. Ezeket miért nem jegyzőkönyvezünk? Ez egy nagyon rossz érte, és tudod, és miért? Ha kimész a stúdión, magad is fogsz röhögni rajta, hogy milyen hülyeséget mondtam, és benyalták. Ugye, hát... Néződönt. Hagyjuk a nézőre. Igen. Nem tudom, hány percünk van, hát, mert... Hát 10 körülbelül, 10-12. Na, bejátszhatnánk azt a fémhajlításos videót, Jesszus, amit... De csak azért, nem fogjuk tudni most lezárni, azt igen, én tudom, de szeretném, hogyha még visszatérnénk erre a témára, és akkor legyen ez... Puskapor a következő adásra, legyen a robbantás, az mondjuk kíváncsi a következő. Én szívesen megnézem. Hangunk is lesz, vagy nem? Lehetne, de... Akkor mondd, hogy mit látunk. Héberű, ez a Ronnie Marcus a Jeruzsálemben, én ott voltam ezeken a felvételeken. Ő az Uri Gellernél sokkal jobb kanálhajlító, és... Az az érdekessége, hogy az ő esetében forog a kanálnak a teteje, tehát a szárát mereven tartja, és Jézus, közben az a függőleges tengely körül forog, ez látszik nem is. Nem forgatja? Nem, az alsó része az mindig fixen van. Hát mikor, hogy sikerül, de majd lesz olyan bejátszás, amikor lehet... ott van, meg van tekeredve, majd fogjuk azt látni, hogy nincs a kanál. Jézus Mária. Hát most mit látsz? Hát elfordul a kanál. 90 fokkal el van fordulva. A feje. A szárához képest. Aha. Nem láttad? De, ha úgy láttam, hogy elfordul, igen. Tehát nem vagy róla meggyőződve, vagy azt láttad? Lehet, hogy a szemedbe csapott? Majd beszéljünk róla. Van több bejátszás is egyébként. Az egész... Csak mennyivel jobb lett volna, bocsánat, ha egy olyan kanalat hajlít meg, aminek nem henger a fogója, hanem mondjuk egy hát téglalap. Ez egy lap. Nem, ez egy henger. Nem henger, az egy lap. Az egy lap. Ez egy kutya közönséges rozsdamentes acélból készült kanál. Az nem henger, hanem lap. Látod, lap? Ez igen. Az összes az többi az volt. Az előző, mintha nem az lett volna, de rendben van. Ezen nem akarok lovagolni. Tehát ez is lap. De mit látunk? Most hát semmit, most ugye? Most még semmit. Most még semmit. Jaj, de rossz a kamera. Rossz. Hát nézz oda, hát de miért nem azt mutatja, ahol történik valami? Nem megmondjam, semmi. Hogy miért. Na, majd lesz olyan is. Majd igen? Lesz olyan is. Mert hogyha most ezt ő csinálja alul kézzel, de hogyha mondjuk így magától elfordulna, ezért az nagy trúvály lenne. Én láttam olyat, tehát 1 méterre volt tőlem. Nagyon eltakarja. Nem mindegyik felvétel jó. A Ronnie Marcus tök megbízhatatlan, neki nem mindig jön, de ha ihlete van, akkor nagyon markáns. Ehhez ihlet kell? Tessé? Ehhez ihlet persze. Ez valami agyi tevékenység?
Nagyon erősen. Igen. De majd egyébként jó lenne, ha beszélnénk az én kedvencemről, amit egyébként soha nem fogok megérteni, amikor a Fülöp-szigeti palik benyúlnak az ember testébe, és ott a rettenetes pusztítást végeznek, kiszednek egy csomó mindent. Ez egy és másik téma. Én ezért mentem Manilába, hogy megnézzem őket. Nincsenek már. Ezzel egyetértek. Nincsenek már. Manilában már nem is tudnak arról. De akkor szerintem vegyük le a képet, mert ez nagyon... Teljesen másról nem beszélünk. Nem kell. Vagy nézzük közben? Most nézzük, tehát jó. Az látszik, szarudjon a kamera, de hogy szép lassan ez végbe ment. Most látok egy megtekerelt kanalat, de most figyelj ide, én tudod, hogy középen állok, de most az Istvánnak kivégeztetni, semmi nem történt olyan, ezen ami számomra értékehető. De majd lesz következő. De mikor? Lemegy az két perc idő. Múlva. Van két perc, két és fél perc adásidő. Én azt mondom, csomó nyitott kaput hagyunk, ami nem baj. Nem baj. Nézőket is gondolkodásra serkentettük. Nyilván két táborra szakadtak a képernyők előtt. Én azt mondom, hogy beszéljünk a kanálhajdításról, én szívesen vállalom, de most ezt fejezzük be, mert az adásidő vége felé is járunk. Igen. És inkább az arcunkat mutassuk, a legjobb arcunkat, amikor elbúcsúzunk, hogy kellemes emlékeket hagyjuk a nézőkben magunkról. Jó, én most rengeteg mondani valom volna. Hát ez az. Rengeteg mondani valom volna, ez most kár volt. De, nagyon de nem baj, ez mondjuk nem, exponálja figyelj, a következőt, remélem, ha még lesz ilyen, nem tudom. Ha meghívunk és elfogadod a meghívásodat, mi nagyon szívesen látnánk, minél gyorsabban, egyrészt, hogy a nézőkben ne hűljön ki ez az élmény, jó. Amit ez a mai vita, ha nem is parázsnak nevezett vita, de azért egy komoly vita. Épp csak, hogy elkezdtük. Generált. Igen. Jó, hát végül is nem volt... asztalcsapkodás, nem volt igazán emelt hang. Között ez nem lehet. Én csapkodok asztalt szívesen, de vele nem lehet. Aha. De nem lehet, mert szelíd. Én meg alapvetően nem vagyok szelíd. Úgyhogy erre ne számíts, hogy itt aha. Az egyik csapkod a másik. Na de az lett volna, de akkor mi jó, viszont várjál, ha még van ide, mennyi ide van még? Még mondhatsz. Mert ugye felhoztad ezt a manilai csodadoktort. Igen. És hallom, ez hogy, engem nagyon érdekel. Hallom, hogy engedi, én voltam. Hogy a Gyuri is azt mondja, hogy... Láttad? Hogy benyúl a testbe és kirámol a szerveket? Amit én láttam, a szélhámosság volt. Ja, amit nekem így végre mutattak végre egy dologba be. Egyet értetek igen. Akkor. De nem, hogy ez mennyire látványos, és majd mindjárt a kanálhajlítás és visszatérek. Csak hogy az enyém legyen az utolsó szó. Oké, rendben van. Hogy esküszöm nektek, hogy én arrafele jártam a világnak, és direkt azért mentem el Manilába, hogy meg én egy lelkes szkeptikus vagyok, hogy vajon ezek a csodadoktorok dolgoznak-e még, és körbe kérdeztem mindenkit, akit értem, hogy hol látok ilyet. Azt se tudták, hogy miről beszélek. Igen. Miközben ez a Fülöp-szigeteknek az egyik legfontosabb deviza termelő forrása volt, hogy ott a betegeket meggyógyítják, már a kipusztult. Most jövök vissza a kanálhajlításra. És akkor ebben maradjunk. Már az Uri Geller se hajlít kanalat. Már az Uri Geller se. És ha megkérdezed, hogy mi történt itt, kanálhajlításra, azt mondom, nem tudom. De azt se tudom, hogy a cilinderbe hogy kerül a nyuszi. Az is ügyes. Jó. Nekem van azért egy válaszféle dolgom a fémhajlításra. Most mondod el, vagy a következő? Nem. A 30 másodperc nem. És óriási adósságai vannak a tudománynak, és majd kitérek rá, hogy hol követte el a tudomány, mint intézmény az óriási bakit. Szívesen állok elébe. Eltelt egy adás úgy, és Gyuri, ehhez gratulálnom kell, hogy a kedvenc tudományos akadémiára nem tették komolyabb dehonestálók kijelentést, amit nem ennél sokkal erősebbeket szokott, úgyhogy igazán meg kell, hogy dicsérjelek. Vágó úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megmondom őszintén, hogy számomra ez az adás, és remélem, hogy a nézők is így gondolják,
egy érdeklődés felkeltés volt, és ettől kezdve úgy fogják várni a Vágó úr megnyilatkozásait, mint nem tudom, a Mannát. Úgyhogy maradjunk abban. Ne beszélj az ő nevünk, jó, nem biztos, hogy így van. Maradjunk annyiba, hogy ha lehetőségünk lesz rá, ismélne lenne, akkor ezt a beszélgetést fogjuk folytatni, és abban reménybe búcsúzom, hogy minél hamarabb be fog következni. Köszönöm szépen. Vendégeimnek, szakértőknek a közreműködést, illetve a nézőknek a figyelmet. Minden jót, viszontlátásra, további jó tévézést!